Az önkormányzati választások után megmaradt a plakátok elhelyezésére szolgáló falapokat hasznosítják újra a kétfarkú kutyapárt passzivistái. A fatáblákból egyenként 2-3 órás ráfordítással kutyaólakat készítenek. Ezek első darabjait ma adták át egy pécsi állatvédő alapítványnak. A kétfarkú kutyapárt az interneten tette közzé a felhívását, ami arról szólt, hogy szeretnék összeszedni és hasznosítani a választások után szemétre kerülő faanyagot. A táblákat neki is álltak összegyűjteni, a faanyagból kutyaházak készülnek. Két prototípus készült el, amelyet a mai nap folyamán fogunk átadni a Morpheus Állatvédő Egyesületnek. Remélhetőleg a prototípusok jól sikerültek, tudják is majd használni őket. Az első két házat délután adták át a pécsi állatvédőknek, akik azokat az általuk üzemeltetett menhelyen fogják majd használni.